Magas vagyok! Nagy vagyok! Baszki! Jézus! Hey, 1995. június 17-e. Miami Dade, rendőrség. Pain and Gain. Nevem Daniel Lugo, és az erőnlétbe hiszek. Mind egyenlőkként kezdjük, kis vér és izomcsomókként, fantasztikus lehetőséget rejtő kis készletez. A legtöbb ember sosem fejleszti ki ezt a lehetőséget. Már korán ráeszméltem, hogy én nem vagyok a legtöbb ember. Mert ha hajlandó vagy dolgozni, megkaphatsz bármit. Ez teszi az Egyesült Államokat naggyá. Kezdetben Amerika csak egy maréknyi gizdagyarmat volt. Most a legbikább, legkigyúrtabb ország a Földön. Ez több, Brutko. Ennyi. Éppen csúsznyomat. Trankondiára. A legtöbben azt mondják, jobban akarnak kinézni. De nem mindenki hajlandó megtenni azt, ami ahhoz kell, hogy ezt elérje. Minden hősöm magát csinálta meg. Rocky, a sebb helyes arcú, a faszik a keresztapából, ők mind a semmivel kezdték, és feldolgozták magukat a tökéig. Úgy tudsz bizonyítani, ha javítod magad. Ez az amerikai állam. Nem tudom sajnálni azokat, akik eltékozolják a tehetségüket. Undort keltő, sőt, még annál is rosszabb. Hazafiatlan. Arnold faszom Schwarzeneggert, jól mondom? Új kuncsaft. Végül is pénzért segítek súlyt emelgetni, biztonságot nyújtok a kliensnek, és egy kis plusz segítséget, hogy megfeszüljön. Azért kezdődött el az egész, mert ideje volt keményebben tolnom, maximalizálni az eredményeket, és untam, hogy a kliensek simogatják a buksimat. Baszki, máskülönben kinézett volna meg 50 év, amikor mackónadrágban megyek melóba. Magas célokat tűzök, és mindet eléred. De a legnehezebb azt megváltoztatni magadon, amilyennek mások látnak téged. Személyedzőnek lennél olyan személyes. És nem fogok hazudni. Ha egy kliens nem érez ugyanúgy, az fáj. Ki bebaszottul fáj? Levettem, csak vicceltem. Ne már! Miért vegyelek fel? Ha nem triplázom meg a tagságát, 3 hónap alatt felmondok. Bűnös. Én tudom, hogy bűnös vagyok. Ezt mondtam a beszédem elején. Azt mondtam, bűnös vagyok, de mi lesz a még egy esélyemmel? Magatel. Istenhoz. 3 héttel azután, hogy felvettek, a San Jim tényleg megtriplázta a tagságát. Színhúst csinálom belőled, baby. Minden új tagnak ingyen gyantázás járt. Elég undorító. De vállalni kell a velejárókat, és nem szabad félni. Zseniális ötlet találtam elő. Ingyen tagság a striptease táncosoknak. Fincsiség. 75%-kal felturbózta a tagságot 2 hónap. Tényleg muszkli mekkát csináltam. Igazi zarándok helyen. John úszott a lóvéba, elkezdte olvasni a Fortune magazint, és felismerte az értékeimet. Karácsony a fő fitness koordinátor lettem. Extra bónuszokkal. Mert ez így működik. Adsz és kapsz. A kurva számlák. Na mi van? Baszki! Nem mondtad még, hogy ott vagy, ahol vagy, Adrian? Nem. Két állat, Superman. Szerinted nem érdemlünk jobbat? Vagy oda teszi, vagy hakapesz. Te melyik vagy, szép fiú? Én? Nem, valaki, aki a helyeden ül. Oda teszem? Ezt most kérdezed? Én oda teszem. Mi van itt Valentinnak? Úgy mond, mint aki levadásza! Megnyúzza és kiteszi a fejét a falra! Oda teszem! Mi? Oda teszem! 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 Kiválasztott engem, és saját külön tréninget tartott nekem. Büszke lesz rám. Én oda teszem, megvan a 3 ujjas tervem. Első új, találj egy pénzes fickót. Második új, adja neked mindenét, amilyen csak van. Harmadik új, tedd jobb helyi Amerikát. Tedd a fickót csóróvá, és fingyese legyen, kitette azzá.
Hé, az a srác melót keres, megint interjúvolod? De egy ilyen nagyszabású terv foganatosításához be kell szervezni még egy ügynököt. Miért csinálták le? Tudjátok, miért rímel a Cox és a Box? Mert a Cox beüt, mint a Box, de a rászoksz kiüt és padlót fogsz. Attika börtön. És onnantól csak egyre többet szopsz, és előbb-utóbb bedobod a törölközőt és leadod a szerkót. Nekem mázlém volt. Megmentettek. Isten teremtményeinek megmentése volt az én különleges küldetésem. Az Isten fia tudta, hogy mondjon nemet. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy ő a példaképem. Miért Miami? Mert meleg van, meg tengerpart, és Floridában nem volt ellenem elfogadási parancs. Daniel nagyon bátorított, hogy fejlesszem magam, és kellett egy barát. Nem nagyon volt barátom, amióta a mama meghalt. Mi? Az anyatej? Már mi lenne ez anyatej? Mert ez az, fiú! Fogod ezt, beletolod, és megvan az igazi HGH. Hatalmas leszel tőle, már most is nagy vagy, de nagyobb lehetsz, érted? Nagy vagyok, de benga leszek! Lapjával férek ki az ajtón! Kész egy kicsit, cicitások lehetnénk! Tudod, hogy mi a félsz? Falsérzéstől lelkiszenvedés. Ez Johnny Voodoo-mája! Falsérzéstől lelkiszenvedés! Régen még beceneve is volt a fa... péniszemnek. Úgy hívtam, hogy Ernesto. Én meg Michelle-nek hívtam a nunámat. A dolgok nem alakultak jól a templomnál. Bekattantam. Mivel szolgálhatok? Olyan terméket keresünk, amivel sokkolhatjuk, megbéníthatjuk és elfoghatjuk fele barátainkat. Sokkolj! Abban a percben tudtam, hogy jó csapatot hoztam össze. Doyle és Dorból, kőkemény old school játékosok. És most a tesztfázis. A célszemély ilyetén kiemelésénél a legjobb akciókörnyezet a vizen át lenne, de nincsen hajónk, úgyhogy marad a szárazföld. Elérjük a bokrokat, és a kettes képpontnál vagyunk 5 MP alatt. Itt tisztán rálátunk a behatolási pontra, megkerüljük... Danny igazi géniusz volt. A lehető leggyorsabban lecsapunk az alanyra. Kihozzuk a bejárati ajtón, át a bokrok közbe a furgonba. A Delta Force egy ilyen akciót, hogy kb. 53 MP alatt csinál, de mi kisportoltabbak vagyunk, mi meg tudjuk csinálni 40 alatt. Rendben? Egy gond van, a bentlakásos cselit. Ha ő is ott van, akkor kifelé lecsapjuk. Tudtam, hogy Danny a nagy részét az ujjából szopja, de ez nem számított. Kibaszott gazdagok leszünk. Beszorítjuk, kiugrottak hátul és elkapjuk. Komolyan nem tudom, hogy találja ki ezeket. Rendben? Nyomás, 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 kapjátok el, kapjátok el! Mi a szar? Gyors fej! Elkaptátok! Öcs! Ez hol van? Elmebetegek. Mi a szar? Az előbb volt! Hová tűnt? Te látod? Hol a francban van? Próbálom! De ne szórakoztatok, bát meg! Ott van! Baszki! Ez nem az ő BMW-je! Ez is tök ugyanolyan! Elmagyaráztam, hogy nézd a rendszámtáblát! Véletlenül beréztünk! Azt hittük, ez az az autó, tök ugyanúgy néz ki! Mondtam, hogy M98305 Miami Beach, ez annyira nehéz! Ahol véletlen volt! Baszd meg! Te baszd meg! Nem elég, hogy ő impotens, de te meg inkompetens! Mi a faszomat akarsz? Ah!
parkoló! Egy rakás homó cucc van itt előttem, patrióta. Egy rakás. Fura cuccok voltak, de lenyűgözőek. Nem csak az kell, hogy legyen mindenem, ami neked. Azt akarom, hogy neked ne legyen. Őt kell őriznem. De sír! Te zsidó vagy, ugye? Igen, az. Fél zsidó. Ez behogy az? Hozz papírtörlőt! Baszki! A húgyos a papír, azt hiszik interkontinentális, és megjelölik! Durva. Három hetet csináltuk, de Viktor nem tört meg. A konditeremben persze sose volt ilyen kemény, de én az voltam. Abból élek, hogy másokat török be. Első új, találj egy pénzes tagot. Pipa. Második új, érd el, hogy neked adja mindenét. A 3 millió dolláros házát 500 ezer KP-ban. Pipa. Harmadik új, tedd Amerikát jobb hely. Oké. Okay. Hozd meg! Jogi már, baszod! Mázni, hogy van a légzsák. Bekötötted a kibaszott övet? Engem ninják sokkoltak. Ez keréknyom az arcán? Igen, 15-szer mondom, hogy az. Ők tették ezt velem, átmentek a fejemen. Ön eredetileg Kolumbiából származott. Na is. De itt mentek át rajtam, Amerikában, nem Kolumbiában. Nem tetszik a hozzáállása, ura. Kussoljál már tojás lobbiát! Csak felé. Ki fogom nyírni. Nem találtuk Körsó gyászjelentését, életben találtuk a kórházban. Úgyhogy volt egy befejezetlen ügyünk. Kilövelt a seggemből! Nem tettek róla! Barber! Jó ég! A csapat megvizsgált néhány behatolási hadműveletet. Adrian felajánlotta, hogy figyelemelterelő bunyót csinál a recepción. Ezt végül leszavaztuk. Egy komoly probléma volt. Ez a kibaszott ősrégi vonalas eligazító rendszer az egész kórházban. Egy órába telt, mire megtaláltuk az intenzív osztályt. Végül is miután kielemeztük a legutóbbi teljesítményünket, csak egy következtetésre juthattunk. Sokkal jobbak vagyunk, amikor improvizál. Miért van műtéthez öltözve a mi kórházunkban? Szeretek mindenre felkészülni. Tökéletes kivitelezés. Vadásztok velem bukszákra a motorcsónakomat? Ha? Vagy a kismagyitokat nézitek a tükörben, hogy bolyhosodik-e? Most szétosztja önöknek a készültségi csomagokat. Jó. Ez azt jelenti, hogy oszd ki a készültségi csomagokat, ja, kösz. Azonnal, igen. Az amerikai államnak ezen a környékén a biztonsághoz éberség kell. Jó van, nézzük ezeket az ábrákat. Az első, hogy az éberség egyenlő biztonság. Kettes, hogy felismerjük. Ez a tuti. Yeah. Okay. Néha, amikor padlót fogsz, történetesen épp a 20. emeleten vagy. Döntenem kellett. A gyors utat választom lefelé, vagy megpróbálok tovább mászni felfelé. Nem először csinálom, és nem vagyok rá büszke. Itt van a sor vége? Csak egy kis kurtítást kérek. De volt egy másik terve. Frank Riga. A telefonszexes köcsög a klubból. Ő nem olyan könnyű eset, mint egy bank. De mint kiderült, a bank egyáltalán nem volt könnyű. Előtték a lábujjam. Tudom, Jézus. És még a csont is látszik. Most azonnal tegyed el azt a szart! Vissza tudják rakni? Frank Riga. Milliói vannak. És elvehetjük. Feltolod a kurva orrodba! Oh, nem, nem csak emiatt van. Egy kicsit emiatt is. Ragaszd a lábujját a tökeidre, és akkor mindenki nyer. Viktor Körsó most hívott telefonon. Mit mondott? Oh! I gotta be there with the...
Elment a baszott deszett faszfej! Mit mondod, John? Kéri vissza a cuccát, az egészet! Saj! Elfelejtette, hogy nekem adta? Kéri a teljes pakkot! Most mit csináljunk? 69 ez meg. Azt akarod, hogy franciásszak vele? Nyomd meg a csillagot, a hatost és a kilencest! Ne kokocskálj be a lukon! Ó, sok szép emlékem kötődik ehhez a helyhez. Legelőször így zúztam szét valaki koponyáját, és nagyon szaftos volt. De az alumínium ütő volt, átváltottam fára. Úgyhogy vonszolt ki ide a segged, vagy kifröccsentem az agyadat a falra egyetlen kurva ütéssel. Saruk! Mi? Miért vannak itt saruk? Valaki szólt nekik, hogy egy feka van a kertben! Mind odasz, miért vannak itt? És most? Hát vagy kisétálunk elől, vagy beugrunk a kibaszott vízbe! Nem tudok húst! Akció lefúj, akció lefúj, akció lefúj! Ez egy óriási szervezet. Bocs, főnök. Esküvői képen, bocs. Már itt is van. Kibaszott amatőrök vagytok! A kurva anyádat! Senki sem hív a kibaszott amatőrre! Tudod te, hogy kivel baszakodsz? Senki sem hívjon amatőrnek! Én senki sem hívhat kibaszott amatőrnek! Te fasz! Megjönhetné volna, picsot meg! Te fasz! Senki sem hívhat kibaszott amatőrnek! Senki! Keményen dolgozom! Igen, igen! Keményen! Dolgozom! Keményen! Kurvára! Keményen! Ez az! Igen! Te rohadt egy kérdé! Danny, ez meg van! Látod, hogy azok a súlyok, hogy a padlóhoz lapulnak? Hát nem kéne nekik, mert alattuk van egy kibaszott fej! Azt a senkit! Tisztára felidegált! Oda néz, hogy mekkora! Mint egy kibaszott kincses láda! Gyerünk! 19 és 20. Paski! Nem van semmit, haver! Mi a probléma? Hideg a rimhatsz. Azt mondtad, adjak neki nyugtatót, adtam, kettőt adtam, lehet, hogy túl sok volt, mert most kurvára nem is lélegzik, és táncoltuk, és tök jól éreztük magunkat, paskoltam a segét, és most kurvára alatt, és te vagy itt, tesó! Gyerünk, gyerünk! Milyen jó kis kutyú. Nem okos dolog elvenni egy halott kocsiját. Kicsit sem okos. Mi történt? Baszki! Leállt! Csába! Mi van? Bekapta a haját! Hát csak ide! Jellemző! Made in China! Ez egy szaros kínai fasztalicska! Kurvára megmondtam, hogy benzineset vegyél, és ne valami elektromos kínai szart! Gyerünk volt! Grillezd le ezeket az új lenyomatokat, oké? Okay? Grillezzem, hogy mi? Neked elment az agyad? Mi a szar? Ne basz ki! Volt! Mi a francot csinálsz? Ezt itt kint kell megsütni. Vigyázz, forró, megégeted. Baszki! Bocsánat! Egy amerikai bírói parancs arról, hogy záruljuk a számláit egy bizonyos Viktor... Lugo! Kinyitni az ajtót! Lugo! Itt van erre! Hé! Biztos úr! Kurva élet! Isten néha elkurja a rendelésedet, és csúcsálhatod tovább ugyanazt a szaros szégyen szendvicset.